Májusi felvételek a Fehérvári út, Vágóhíd utca kereszteződésében. Jól látszik, hogy itt még csak a kezdeti stádiumban volt, mind a letelepedő barkácsáruház, mind pedig a jelzőlámpás csomópont átépítése. Akkor még törmelékkupacok sorakoztak egymás mellett, és a közlekedés sem volt zökkenőmentes. Ezek a képek pedig már a mostani állapotról árulkodnak. Az eddig veszélyes csomópontot a beruházó több 10 millió forintból korszerűsítette. A műszaki átadása jelenleg is tart a kereszteződésnek, így a jelzőlámpák is még csak sárgán villognak a területen. Itt szerencsére egy olyan komplex, úgymond faltól falig történő átépítés valósulhatott meg, amely kezeli a kerékpárutak áthelyezését, új kerékpárút elemek beépítését, autóbusz megállóhelynek az öbölbe való áthelyezését, biztonsági korláttal való ellátását, új gyalogátkelőhely létesítését, új közvilágításnak a kialakítását, és mindez fokozza a közlekedésnek a biztonságát. Visszatérve az Obira, a fejlesztés gombamód nő ki a földből, az áruház betoncölöpjei jól példázzák a 8000 négyzetméteresre tervezett beruházás méreteit. Itt-ott még elvétve láthatók törmelékkupacok, de a munkagépek és a daruk az esős idő ellenére is folyamatosan dolgoznak azon, hogy 2013 tavaszára elkészüljön a legújabb áruház Győrben, 80 új munkahelyet biztosítva az itt élőknek.